Szeretettel üdvözlök minden macsocskát, kicsit és nagyot egyaránt, Hemer Tanita vagyok, és most advent közelettében fogunk csinálni egy adventi naptárat. Egyszerű anyagokat fogunk használni, ezt a naptárat fogjuk elkészíteni. Láthatjátok, hogy például itt a lehet úgy is csinálni, hogy bevonjátok ilyen zöld papírral, és akkor ideig körbe beírjátok a napot, ugye mind a 24-et, ugye karácsony, visszaszámolunk karácsonyig, hogy hány nap van még a nagy napig. Vagy akármilyen, akármilyen csomagoló papírt is használhatok, de így naturban is nagyon szépen mutat. Megmutatom, hogy mire van szükség. A lényeg az, hogy ilyen kis körökbe beírjuk, hogy hanyadik nap. Így fogunk szépen visszaszámolni. Na, az alapanyag az tulajdonképpen vagy WC papírguliga, ami mindig van otthon, vagy pedig, hogyha esetleg valakinek higiéniai problémáit támad ezzel kapcsolatban, akkor szilvia papírguligát is tudtok használni. Hogyha ezt használjátok, akkor csak ketté kell vágni, és akkor rögtön két ilyen kis csomagocskát fogtok tudni csinálni. Tehát, akkor szükségünk van ezekre, szükségünk van ollóra, ugye, hogy félbe tudjuk vágni, ragasztóra, esetleg, hogyha beszeretnétek vonni valamilyen papírral, vagy krepapírral, vagy csomagoló papírral. Ha szeretnétek, akkor be is lehet festeni festékkel, akármilyen színű festékkel, minél több színű, annál színesebb lesz a naptár. Valamint esetleg lehet ilyen mindenféle színű szallagból, én most egy pirosat hoztam, csinálni kis masnikat, kis virágokat, lehet rá ragasztani díszítésként matricát is, akármit, amit kitaláltok, esetleg ilyen kis csillámporral, fényporral, mindenfélével lehet díszíteni. Itt hoztam például nagyon sokféle kreppapír. Kreppapír, ez egy csomagoló papír, ebbe is lehet belerakni. Megmutatom, hogy hogy készítünk el, jó? Tehát a díszítést azt elmondtam, most pedig megcsinálunk egyet vagy kettőt. Tehát én most veszem ezt az ezüstöt, sima papírba is tudjátok csomagolni, tehát bármit, amit otthon találtok, használhattok. Tehát levágunk egy csíkot, nem vágom végig, így, magam elé veszem, fogom az egyik burikát, kicsit ráhúzom az ujjaimra, kinyitom a ragasztót, jól beragasztózom, nem baj, hogyha kicsit szélesebb a papír. Beleteszem a papírba, így. Kihúzom a kezemet, megfogom alulról, és szépen rásítom. Jó, beragasztoztam, akkor mindenhol ragad. Mindjárt is leragasztom. Így, rásítom. Levágom a fölösleget. Így. Végéről is levágom a fölösleget, felé is vághatom. Igen, a másik megoldás pedig az, szépen körbevágtam, hogy nem vágom le, hanem egyszerűen csak fogom arra kicsit kinyitom, beragasztózom, tehát a kezemmel így alányulok, vagy leteszem az asztalra, szépen így beragasztózom a papírt. Jó, és hogyha ez megvan, akkor összezárom. Így, hogy volt. Szépen ezeket a túllógó részeket, ezeket behajtom, és beragasztom a belsejébe.
ez a másik lehetőség. Jó. A következő feladatunk az, hogy fogunk egy kis fonalat, bármilyen fonalat, akár szalagot is foghatok a kezetekbe, megkeressük a végét, így, levágunk egy darabot, mondjuk egy körülbelül egy, hogy kényelmesen, tehát hogyha törzsetek mellé teszitek a kezeteket, akkor körülbelül ilyen hosszú kell levágni. Levágjuk. Áthúzzuk, így, megkötjük, nem baj, hogyha túl kicsit hosszú lett a szalag, a fonal. Így. Jó, és most jön a varázslat. Megfogjátok a gurigát, így, magatok elé. És a két ujjatokkal szépen behajlítjátok így középig. Egyik oldalon, másik oldalon. És lesz két ilyen kis fülecske. Megfordítjuk, és a másik oldalán, másik végén ugyanígy behajtjuk, ezt is behajtjuk, le is rakhatjuk az asztalra, behajtjuk, megszorítjuk a két végét, és készen is van a csomagocskánk. Ezt azért hagytam ilyen hosszúra, mert hogyha mondjuk ezt a válfát, tehát egy ilyen egyszerű válfát, tehát aminek középen van egy ilyen hosszú egyenes része. Szépen ezt például kreppapírral tekertem körbe, és erre a kreppapíros válfára fölkötöttem, lehet madzag, lehet szalag, akármit, föl lehet így kötni. Felkötöttem itt négyet, és akkor erre a szalagra, pedig ezzel a túllógó résszel, amit meghagytam, ezzel felkötöm a madzagra. Szépen, és akkor így 6 lesz egymás alatt. Ugye 4x6 az 24, tehát meg lesz a 24 kis csomagocskánk. A számot azt úgy csináljuk, hogy van a ragasztó, ragasztónak a kupakja, ráteszem a papírra, megfogom a tollat, vagy bármilyen kör alakú tárgyat körbe írhattok, körbe rajzolhattok, így. Szépen kivágom, megpróbálom úgy, hogy minél kevesebb papírhulladék keletkezzen. Körbe. Így. Ráírom a számot, mondjuk legyen a 12-es, ráírom. Túloldalát megragasztózom. És ide az elejére, közepére, ide szépen ráragasztom. Ezzel megoldanánk. Most mondjuk, én szeretném díszíteni egy ilyen piros masnival. De lehet akár virágot, lehet matricát, lehet bármit, amit gondoltok. Ezt is megragasztózom. Ugyanez a helyzet, hogyha festitek a dobozt. Így. Kicsit hagyjátok megszáradni, és utána megfogom az egyik szalagot, fehér fonalat, és szépen fogom a két végét, csomóval feltöltöm rá. Felkötöttem, fölösleget levágom, és rajta is van a 12-es szám. Ha nincs középen, akkor egyszerűen még tudjátok húzni, igazítani középre. Kész is vagyunk, és akkor ezekbe a kis dobozkákba lehet tenni mindenféle kis meglepetés, kis csokit, kis cukrot, kis játékot, akármit, amit kitaláltok. Sziasztok! Remélem tetszett nektek az ötlet. Mindenkinek kellemes készülődést. Sziasztok!